Edzőbuktató bravúrik Skopjéban, majd kiütött oroszok itthon, jól kezdte a női kézilabda BL csoport küzdelmeit a Ferencváros, nem úgy az NB1-et, ahol csak negyedikek két vereséggel. Eközben a Rasmussen féle bő EB keretbe a klub 10 játékosa került be. Jenei Zsolt Ákos szakosztályvezető a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm a kedves nézőket! Ele Gábor vezető, ez ugye 2008 óta irányítja a Fradit. Vajon ő hanyadik legnehezebb szezonjába vágott? Nem hanyadik szezonjába, azt ki tudjuk számolni, hanem nehézség szempontjából és elvárások szempontjából. Hát ezt talán tőle kell megkérdezni, hogy melyik szezonja volt a legnehezebb. Szerintem mindegyik szezonnak megvan a maga szépsége. Most olyan elvárások vannak, olyan célokat tűztünk ki, ami kétségtelen nagy célok. Nagy. Nyomás alatt kell dolgozni, az biztos. Én azt gondolom, hogy igen, tehát teher alatt nő a pálma, az egész csapata, és nem csak a vezetőedzőre igaz ez. Ez azt jelenti, hogy a szakosztály azt mondta, hogy bajnoki cím, és vagy, maradjunk a nagy vagy. BL Final Four, igaz? Igen, valójában ezzel indultunk neki ennek a szezonnak. Mi a különlegesége ennek az idénynek? Egyet rögtön tudok mondani, hiszen ugye a csarnok felújítás miatt otthon is idegenben kell játszani például. Igen, ezeket a mérkőzéseket, amíg el nem készül a saját csarnokunk, legalábbis a bajnoki mérkőzéseket felcseréltük a pályaválasztó jogot, tehát az ősz az ebből szempontból egy kicsit érdekes, hiszen szinte a szezon nagy részében, tehát az őszi szezon nagy részében idegenben játszunk, ez mindenképpen nehézség. Egyrészt, hogy nem tudunk bemutatkozni a saját közönségünk előtt, másrészt, hogy jóval több az utazás. Ez egyébként, ismerve a Fradi érzés fontos összetevőjét, ugye a hazai pálya előnye a szurkolókkal, ez mondjuk hány százalékos hátrány lehet, mekkora ballaszt a csapaton? Hát mindig azt mondjuk, hogy a közönség az egy plusz játékost jelent, tehát ez mindenképpen nehézség. Igazán ez a rangadóknál mutatkozik meg, mert azokon a mérkőzéseken, ahol a tabella hátsó részében levő csapatokkal játszunk, az nem jelenthet ekkora gondot, de hát azért jó pár gólt az is jelent természetesen mínuszban, hogyha nem otthon játszunk. Na most egykori lelkes szurkolóból lett klubfőnökként, és nézem, hogy van a 10 éves csarnoktábor, a ligeti egység, az meg most feloszlott, az hiányozni fog? Mindenképpen, ez egy olyan erőt adott nekünk, amely különös volt, külön kimondottan a külföldi mérkőzéseken, hiszen a kek menetelés során is mindig velünk voltak és jöttek. Ez elég nagy probléma, én azt gondolom. Valamit kell ezzel majd csinálni. Gondolkozunk és dolgozunk rajta, de nem olyan egyszerű ma már a fiatalokat becsábítani a csapatokban. Hogy állandóan legyenek és magas hőfokon szurkoljanak. Még egy kis matek, hány százalékon áll a csapat készültsége az ideálishoz képest, hogy látja a szakosztályvezetőjeként? Most milyen állapotban van a Fradi? Én azt gondolom, hogy az időszakhoz képest nem állunk rosszul, de tanulva a tavalyi évből, amikor az ősz volt jóval erősebb, és aztán tavasszal nagyon leengedett ez a csapat, megpróbáltuk azt egy olyan fajta felkészülést végigcsinálni. Már tavaly is erre törekedtünk, de az még egy első év volt, amikor ugye egy norvég erőnléti edzővel kezdtünk el dolgozni, ami egy újdonság volt, amilyen szemléletet ő behozott. Most is itt van ezek szerint. Természetesen, sőt egy jóval nagyobb intenzitással van itt, mert azt látjuk, hogy erre mindenképpen szükség van. Nagyon más a szemlélet, nem sokkal nagyobb hangsúlyt fordítunk a rekreációra, tehát a pihenésre. Egy picit kevesebb is ezáltal a munka, de hát egy ilyen sorozatterhelés mellett ez azt gondolom, hogy normális, és inkább a tavaszra szeretnénk, hogy tavasszal is legalább ugyanolyan jó Ferencváros láthasson a közönség, különösen, hogy akkor fogunk nagy részt bajnokikon otthon játszani. Hát igen, nyilvánvalóan a korábbi hatalmas sérülés hullámok is indokolták azt, hogy végig kellett gondolni azt, hogy milyen rekreációra van szükség. Na most egyébként, hogyha megvan ez a két cél a szakosztályvezetőnek, van prioritása BL célok meg bajnokság között? Mert ugye Elek mester rendszeresen korábban, amikor megkérdeztem, akkor mindig azt mondta, hogy hát a bajnoki cím az első, azt egy BL döntőjére is odaadná. Mindenütt jó győztesnek lenni, de a legjobb itthon? Mit gondol? Én azt gondolom, hogy nincs ilyen fajta preferencia sorrend nálunk. Amelyik jön, azt mindegyiket, minden győzelmet és minden egyes címet meg kell szerintem becsülni. Nézzük a magyar bajnokságot előbb. Van-e bosszantóbb dolog, mint hónapokig az érdiek hátát nézni a tabellán?
bárkinek a hátát bosszantó nézni, tehát egy Ferencváros esetében. Csak a győriekhez már hozzá lehetett szokni néha. No, hozzá lehetett szokni, de nem szeretünk az ilyen dolgokhoz hozzászokni, természetesen elismerve, hogy milyen játékos kerete és milyen lehetőségeik vannak, de azt gondolom, hogy nekünk is elég jó lehetőségeink vannak, pláne az utolsó években, hiszen egy olyan környezetet teremtett meg az új kézilabda szövetség vezetése, amely példátlan volt az eddigi időszakban, és ez nem csak a Ferencváros, hanem az egész magyar női és férfi bajnokságra igaz, mármint anyagi stabilitást. Igen, a háttér. Innentől egyébként mi a lecke itthon? Csúnyán csillogna az ezüst, mi az elvárás? Mert ugye nem lesz rájátszás, és ez is érdekes, hogy ebben a helyzetben ezt mondjuk bánja egy fradi vezető, hogy ilyen lebonyolítású lesz a bajnokság. Itt sokkal többet számít egy-egy botlás vagy vereség. Azt gondolom, hogy ez izgalmasabbá teszi részben a bajnokságot, úgy az egész bajnoki idényt tekintve. A rájátszásnak is megvan természetesen a maga szépsége, hiszen ott pedig a rájátszás miatt kell jobban készülni. Én azt gondolom, olyan pályán kell focizni, vagy kézilabdázni, amilyen a pálya, tehát ahhoz kell alkalmazkodni, mind a két lebonyolítási sorrend vagy rendszer megfelelő, ugye olimpiai éve vagyunk, tehát amikor az olimpia volt, így jóval később kezdődhetett a bajnokság, természetes, hogy egy ilyen választás mellett döntött. Na most ugye Kovacsics, Cifra, Szamoránszki, Tomasevics, Szekerc is elment, Kovacsics, Schneider, Jovanovics, Bíró pedig érkezett. Erősebb lett ez a keret? Én azt gondolom, hogy egy kicsit erősebb lett a keret. Vannak olyan posztok, ahol gyengültünk, de van olyan poszt, ahol erősödtünk. Ugye a Jovanovics az egy, azt mondom, hogy kényszer igazolás volt, hiszen az Ácsik Szandrával kiesett az egyetlen nehéz tűzérünk, aki legalábbis nagyon messziről, távolról is eredményes tud lenni. Beállóban én azt gondolom, hogy a Denis Snelderrel mind beálló, mind hármas védő posztján erősödtünk, és egy kiváló embert ismertünk meg. A két magyar válogatott játékost pedig szerintem nem kell senkinek bontatnunk. Zácsik Szandor mikor térhet vissza? Az ő esetében azért az egy jogos kérdés, hogy nem aggódik-e egy klubvezető sérülések. Voltak már sérülések korábban is, hogy milyen gyorsan tud gyógyulni, és hogy mennyire gyógyul? Bármelyik játékosunk, ha megsérül, akkor természetesen aggódunk, és nem elsősorban magunk miatt, mert ez a mi feladatunk adott esetben megoldani a pótlását, az adott játékos karrierje szempontból aggódunk. De ez nem az a kérdés ilyenkor szerintem, hogy mi lesz a mi csapatunkkal, hanem az adott játékossal mi lesz. Tehát az ember mindig nagyon fontos, természetesen a csapat is, de azt adott esetben könnyebb megoldani. Én azt gondolom, hogy tavasszal térhet vissza, de ott is inkább már csak ilyen március-április, amikor egy teljes Zácsik Szandrára tudunk majd számítani. Tehát mondjuk egy BL Final forma már ott lehetne, igen, hogyha talán az összejönne. Talán. Három légiós van most a keretben, igen. Ennél több ugye a hagyományos koncepció szerint már nem lesz, igaz? Mi azt mondtuk, hogy három légiós maximum. Én azt mondom, hogy ha, és ezt is mondtuk, hogy ha netalán olyan lehetőségünk volna, hogy akár egy BL győzelem is megfelelő erősítéssel, akkor egy negyediket még nagy nehezen, de el tud viselni a lelket. De az a plafon. Az plafon. Nem szeretnénk ennél tovább menni. Na most, ugye láttuk azt, hogy említettem, 10 játékos van ott a bő EB keretbe. Kim Rasmussennel milyen az együttműködés a klubnak? Szóval szoktak beszélni, ő elmondja, hogy akar együttműködni az egyik top klubbal, amelyik ennyi játékost ad az ő csapatából? Én személy szerint nem találkoztam még vele, Elek Gábor lehet, hogy találkozott, erről nem tudok nyilatkozni. Na most még itt a szövetségkapitány posztjára visszatérve egy kérdésre kíváncsi vagyok. Azt tudjuk, hogy Ambros Martin hogy döntött. Döntött úgy, ahogy döntött. Román szövetségi kapitánysága Győr mellett. Hogyha veszélyben lett volna a haza, vagy veszélyben lenne a haza, és nagyon kapacitálták volna Elek Gábort, akkor a Fradi vezetés az ráállt volna, hogy tartósan egy kettős feladatot elláthasson? Nem szeretek olyan kérdésekkel foglalkozni, ami ha, tehát hogyha ott van a híd, akkor kell átmenni rajta. Amikor ilyen gond volt, a tavalyi során átmenetileg természetesen a magyar kézilabda érdekében ezt megtettük, ezt a lépést, hiszen akkor két edző volt, ugye Elek Gábor és Ambros Martin a válogatott élén. Azt gondolom egészségesebb, hogyha egy ember egy feladatot lát el hosszú távon. Rövid távon elképzelhető, mint ahogy meg is tettük ezt,
természetes volt, hogy ezt megtesszük, de hosszú távon én azt gondolom, hogy... Nem, az nem egész. Igen, nem, van nem, egy nem magyar jó. mondás. Uh-huh. Igen. Egy fenékkel, két ló. Igen, erre utalt. Miután az anyagi lehetőségek bővülésére az egész NBA tekintetében már tett utalást a szövetség jó szponzorációs jóvoltából, Ele Gábor pedig azt mondta, hogy 4-5 csapat jobb a BL-ben, a erősebb a Fradinál szerinte. Ha a költségvetést, az anyagi lehetőséget nézzük, akkor hanyadik lehet ebben a nemzetközi mezőnyben most a Fradi körülbelül? Hát én azt gondolom, hogy hasonlóan jobb lehetőségek vannak ezeknél a BL csapatoknál. De hát ez nem nekünk kell dolgozni, hogy mi ezt a hátrányt is lefaragjuk. Illetve a pénz az nagyon fontos kérdés minden sportágban, az élet minden területén, de azért szívvel nagyon sok mindent lehet pótolni. És végül hadd kérdezzem meg, egy olyan csapatról, egy olyan klubról van szó, amelyik nem szokta hetente cserélgetni az edzőit, és az edzők, jelesül ugye elekmester is, eleve tradicionálisan családilag is kötődik a klubhoz. Ha idén a két kitűzött cél egyike sem sikerülne, az minden türelem és hosszú távú bizalom ellenére megingatná alatt a Kiskodot? Ez úgy két éves szerződést kötöttünk, tehát erre is a következő szezonra a Gáborral. Tudta, hogy mit vállal el, tehát már előre egyeztettük ezeket a célokat. Azt mondom, hogy ezt akkor kell megvizsgálni, hogyha elértünk abba a stádiumba, hogy egyik cél sem teljesül. Aztán nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a bajnokságot innen megnyerni, azt gondolom, hogy szinte lehetetlen, de nem fogjuk feladni, hiszen mindig azt mondjuk, hogy a Fradiban, hogy soha ne add fel. Azt gondolom, hogy a BL Final Four-nál is vannak lehetőségeink, bár most is van egy olyan sérülés hullám, ami nem várt, de ehhez alkalmazkodnunk kell, és meg kell találni az adott mérkőzéshez az adott csapatot, amellyel meg lehet nyerni majd. Egy utolsó utáni kérdés, csak annyi, hogy a fiatalok közül tudjuk, hogy kik a kulcsemberek, de ki az, akitől valami extrát, valami nagyon sokat, talán a várhatónál is többet vár a klub fejlődésben és szerepben ebben az idényben? Én azt mondom, hogy Monori Orsi elég nagyot fejlődött az elmúlt egy évben. Ő egy üdes színfoltja lehet majd a Ferencvárosnak, akár már ebben az évben is okozhat meglepetéseket, illetve mindenképpen jobb szélen a Faluvégi Dorottya, aki nem véletlen került be, azt gondolom, ilyen fiatalon is már a válogatottban. No, hát akkor jó munkát kívánok a következő szakaszhoz, köszönöm szépen, hogy köszönöm volt. Szépen a lehetőséget.